Szép jó estét kívánok! 2022. október 8-án hajnalban életének 65. esztendejében hunyt el dr. Lukács József. Mai találkozón ráemlékezünk. Tisztettel köszöntöm családjának megjelent képviselőjét, kezet csokolom. A város képviseletében Róth Péter és Lerner Zsolt alpolgármester urakat, illetve a város önkormányzati képviselőjét. Emellett a mai találkozó ötletgazdáját, Ferenci Nórát szeretném köszönteni, illetve mindazokat, akik megtisztelték ezt az emlékestet. Külön köszöntöm szülőfaluja Kibéd, Mátyus István Általános Iskola pedagógusait és diákjait, illetve azokat, akik visszaemlékezéseikben, versben, dalban, prózában megidézik barátunk emlékét. Az első blogban nézzünk meg egy részletet először a Fehérvár Televízió Fehérvári Beszélgetések című műsorából, aminek egyébként Lukács József állandó vendége volt. Ez a beszélgetés az Agyfutatkozás című kötet megjelenésekor született, és egy gondolatsort idéznék belőle. Nekünk kötelességünk, mondta Lukács József, hogy az állandó kihívások közben is újrafogalmazzuk a magyar történelmi és civilizációs kulturális hagyományokat, és tegyük mindezt a múlt ismeretében, a jelen és a jövő érdekében. Ezt követően Hagymási Andrássy, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatójája szó, akihez kivételes baráti szálak fűzték Lukács Józsefet, majd a Kibédi Mátyus Általános Iskola tanulói műsorát láthatják, illetve Cserta Gábor, Cserta Balázs és Takás László megzenésített verseivel emlékezünk. Tartsanak velünk! Erdélyi születésű ember vagyok. Marosvásárhelyi helyen születtem, és ahogy szoktam mondani, a történelmi Magyarország keleti végeiről, a Dunántúl történelmi fővárosában, ma már mondhatjuk így, Székesfehérvárra költöztem. 80-as évek második felében, és ez azért volt lehetséges, mert Trianon után apai nagyszülők, akik sokan voltak testvérek, az apai nagyszülők közül voltak, akik nem voltak hajlandók felesküdni a román államnak, és eltávoztak a Trianon utáni Erdélyből, és részben már a megcsonkított országban, Kismagyarországon részben telepedtek le, részben pedig tovább mentek közülük sokan, akár az Egyesült Államokig. Így aztán lehetőség volt arra, hogy mikor én ezt a döntést meghoztam, ezt az átköltözést meg is tegyem, és engem szélesebb értelemben a Fici Jenő és Petres Éva családja, szűkebb értelemben pedig Szűcs Endre vállalkozó és családja tette lehetővé, hogy Fehérvárra készüljek. Mondhatjuk azt, hogy otthonról hazajöttem, és itthonról hazamegyek és fordítva, bár én, hogyha nagyon szomorúvá válok, ami olykor előfordul, akkor azt szoktam mondani, hogy sokat magammal, jó néhány tízezren vagyunk még így. Mi olyan emberek vagyunk, akiknek tulajdonképpen szülőföldje nem volt soha a szó szűkebb értelmében, vagy tulajdonképpen értelmében csak szülőhelye. De azért ezt elmondhatjuk, és mai napig is három havonta Erdélyben megfordulok valamilyen célból, vagy valamilyen konferenciára, vagy a barátaimhoz elmegyek, de létrehoztam édesanyám szülőfalujába egy kulturális egyesületet, és ezen keresztül pedig számos rendezvényt szervezünk. Másrészt pedig a Böjte Csaba alapítványnak és intézményeinek, meg a szórványba folyamatosan ruhát, gyógyszert és egyéb szükséges tárgyakat, eszközöket, használati tárgyakat és eszközöket hordok. Hogy milyen volt a kisrác? A kisrác és a nagyobb iskolás és a gimnazista meglehetősen nagyon nehezen kezelhető gyerek volt, mert nagyon nehezen tudta, és nem is tudta, és nem is kellett egyébként, hogy közös nevezőre hozza azt, amit otthon hallott, és amit, ahogy otthon nevelték, avval, amit az iskolában, vagy a társadalom még viszonyok más, vagy élet más intézményeiben hallott, és ahogy ott próbálták nevelni. Nagyapám, apai nagyapám, mikor haldoklott, az utolsó szava az volt, utolsó mondat, hogy fiam, sose felejtsd el, a nemzetszolgálatot, csak közösségszolgálatot.
ez nekem minden nap eszembe jut, és eszembe jutott azóta is. És ez egy olyan dolog, ami az embernek utat is mutatott, hogy a szakmáján kívül azért még másfajta feladatokat, felelősséget is kell, hogy vállaljon. Én mindig nagyon érdeklődtem a politika iránt, fiatal gyerekkoromtól. Olyan tanáraim is voltak, olyan társaságokba jártam, ahol ez állandóan szóba került, és hajnalig tartó beszélgetések voltak. Az én középiskolai kémia tanárom, Bába Zoltán, akit most temettünk el 2 éve sajnos, például az ő társaságukban tanárok, orvosok, orvosprofesszorok nálam 10-15-20-25 évvel idősebb emberek voltak. Ő már 17-18 éves koromban már maga mellé ültetett, és ezeket az embereket érdemes volt hallgatni, nagyon sokat tanultam tőlük, illetve nagyon értékes könyveket kaptam tőlük olyan értelemben, hogy vagy kézbe, vagy hogy mit kell elolvasni. Én már 18 éves koromban olvastam, igaz, hogy papírra képelve Hamvas Bélának a Bohr filozófiáját, vagy az 5 géniuszát. Ez az egyik dolog. A másik dolog, mikor Fehérvárra átjöttem, és pont azokban az években, mikor még illúziókkal telve voltunk, és azt hittük, hogy itt valami szép, becsületes, tisztességes, a történelmi szenvedések hosszú évtizedei után valamifajta igazságtétellel kísérten egy jobb világ köszönt rám, úgy gondoltam, hogy ebben nekem is részt kell venni és segíteni kell. Az utolsó osztályfőnök órán a ballagás, iskolából való elballagás utolsó óráján, osztályfőnök óráján az osztályfőnökünk, aki egyébként egy Kolozsváron végzett, nagyon nagy tudású pszichológus volt, tanárember, egy magnetofon és egy mikrofon segítségével mindenkit kihívott névsor szerint, és 2 kérdést tett fel mindenkinek, hogy mi akarsz lenni, és milyen ember szeretnél lenni. És mindenki nagyon hosszan válaszolt. Én az első kérdésre azt válaszoltam, amiből természetesen kicsi botrány is lett, hogy fogorvos szeretnék lenni, és Magyarországon szeretnék dolgozni, és a másikra pedig azt válaszoltam, hogy olyan ember szeretnék lenni, mint most, amilyen vagyok, legalábbis erkölcsi és morális szempontból, csupán információban, tapasztalatban és műveltségben szeretnék gyarapodni. Tisztelt főorvosasszony, kedves vendégeink! Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai emlékesten, amikor dr. Lukácsi Józsefre, kedves barátomra emlékezünk. Köszönöm szépen Vakler Lajos kollégámnak ezt az összeállítást, amit az egyik utolsó interjúból készített, amikor Lukácsi Józseffel beszélgetett a Fehérvár Televízióban. Az összeállítás azért is volt jó, mert a mondani valóm lényegét elvette. Így megismételni nem fogom az életrajzi elemeket, hiszen nem csak ebből a rövid bejátszásból, de ahogy szétnézek a teremben, úgy látom az arcokon, hogy a legtöbben személyes tapasztalatok alapján is tudják Lukács Jóska barátunk élettörténetét, hogy hogyan került ő Marosvásárhelyről Székesfehérvárra, hogyan fogadta be az itteni szellemi közeg, hogyan lett annak egy alkotó tagja, hogyan vált a székesfehérvári közélet egyik meghatározó szereplőjévé már a 80-as évek második felében. Hogyan lett később a város önkormányzati képviselője, és hogyan lett azoknak a kulturális köröknek egyik alkotó tagja íróként, kultúra szervezőként és mecénásként, amelyek egyrészt a Vörösmarty Társaság körül tömörültek, illetve számos olyan kisebb, nagyobb baráti körben, amelyek a mai napig és nagyon régóta meghatározzák ennek a városnak a szellemi közéletét. Talán nem kell fölelevenítenem azt sem, hogy amikor Jóska személyéről beszélünk, akkor azért egy markáns személyiségképe rajzolódik ki előttünk, akinek megvan a magához való esze, és igen határozottan, markánsan tudja képviselni a véleményét. Ha meghallgatnánk most az ő szavát, hogy mit is gondol a nyár legmelegebb napján egy ilyen esti rendezvényről egy bezárt teremben, úgy gondolom, hogy csupa udvarias szó között azért fölsejlenének a mi elménkre vonatkozó aggodalmai, illetve a sör, a kerthelyiség, illetve a fagylalt szavak is.
De hát már ez a feladat, hogy beszéljünk a mai este Lukács Jóskáról, akkor még egy pár percre igénybe venném a türelmüket. Azt is sokan tudják, hogy fogorvosi szakmája mellett, amit nagyon szeretett, ő nem csak a fogak, így a test, hanem a lélek gyógyítója is volt, hiszen minden betegéhez volt jó néhány kedves szava. Abán, ahol évtizedeken keresztül város fogorvosaként tevékenykedett, egy igazi szellemi központot alakított ki, az emberek nem csak gyógyulni, hanem a pszichéjüket ápolni is jártak hozzá. Ennek többször magam is tanulja voltam. Képviselőként is, kulturális szereplőként is egy nagyon határozott és klasszikus műveltségre és konzervatív világképre épült az ő személyisége. Ez megmutatkozott a vele való találkozásokkor, minden beszélgetés során, és azt, hogy talán a legolvasottabb emberek egyike volt ő ebben a városban, azt hiszem, hogy nem kell bizonygatnunk. Igazi szellemi otthonra lett Székesfehérváron, és miután újságírói végzettséget is szerzett, amit szintén talán nem mindenki tud, a helyi média környékén is nagyon nagy segítséget nyújtott, igazi ápolója és támogatója volt a helyi szellemi alkotóközösségeknek a sajton belül. Nagy büszkesége volt az, hogy a határon túli Magyar Irodalom napjait kezdeményezhette, és a rendezvénysorozat mindenkori szervezője és mecénása is lehetett. Ez az egyik szíve csücske volt, ha mondhatjuk így, hosszú éveken keresztül. Hiányát nem csak szervezőként, hanem mecénásként is fogjuk érezni, ahogy ezt Erdélyben nagyon sok helyen ugyancsak fogják érezni az ottaniek, hiszen ő erről sosem beszélt, a tévében is úgy kellett kihúzni belőle ezt a néhány gondolatot, de igen gazdagon, idején bőkezően, és sok mindenről lemondva nagy áldozatokat hozott azért, hogy akár a hazai, akár az erdélyi oktatás, hitélet feltételeit a maga eszközeivel javítani tudja. Amikor a Bakler Lajos kollégám megkért arra, hogy egy rövid köszöntőt mondjak, megkérdeztem a véleményét arról, hogy mi lenne, hogyha egy régebben született írásomat felolvasnám önöknek. Találkozhattak már a szemfüles olvasók ezzel a szöveggel, hiszen 2016-ban keletkezett, amikor a filmrészletben említett Agyfogyatkozás című kötet is megjelent, hiszen annak egyik főszövegeként nagy megtiszteltetésre Földi Zoltán barátommal szövege mellett jelenhetett meg az én írásom. Ha nem veszik rossz néven, zárszóként felolvasnám ezt a néhány gondolatot. És akkor fölmentünk a büdösbe, s ott mofettáztunk, és aztán csak ültünk a büdösi kocsma teraszán, csíkisört üttünk üvegből, jusajtot ettünk staniciből, meg kibédi kolbászt egy rőffel, és akkor beszélt Vas Albertről, meg hogy a Tódjé mit gondol Szűcs Gézáról, mesélt a judóról, az egyetemi balhékról, idős mentoráról, akinek be is mutatott, a vásárhelyi kerthelyiségekről, na meg Sütő Andrásról. Aztán megkérdezte, hogy van a bal alsó hatosom, meg hogy emlékszem-e Artúrra, ahogy a lányomat szaglászta a babakocsiban, de aztán inkább a nagyapjáról mesélt, hogy naponta vágott egy disznót a vendéglőjében, és akkor ittunk még egy sört, csak az íze kedvéért, meg hogy az alatt elmesélje Fitz Jenőt, hogy is fogadták be, amikor Fehérvárra került, szitkozódott egy sort Tölgyesi kifúrásán és Gyurcsány 23 millió románján. Aztán elérzékenyült, amikor a prágai gyöngét barbárokra terelődött a szó, aztán ettünk még egy kis sajtot, és néztük a szomszéd atyafit, ahogy pofájával támaszta az asztalt, és akkor már tudtam, hogy ez az igazi pohoda, a csehek békés semmittevése, amit mi a büdösben élünk meg, és hogy én jó helyen vagyok, mert a barátom úgy mellettem. Köszönöm szépen! Kevled le, betegen mentem, s találtalak még betegebben. Megvillat lázban égő ország, óvlak hát kicsim Magyarország. Mennyi bigottság, s mennyi átkot, ont abroszodra külkocsmátok. Hol lumpolra volva csak szájtát,
csökött népet kis Magyarország. A nagy söntésben sokan állnak, a szíved sorsán muzsikálnak. De dzsinre, koncra les a zsebrák, szállakó kicsin Magyarország. Ha éhes voltam, ennem adtál, ha fáztam, kínnal betakartál, de takarómat elloptátok, s majdnem egy kis Magyarországot. Erdélyi volnék, malomkő van, nyakamban úszni, így tanultam, s világtengeren vérem átráng, vélettet tutaj Magyarország. Erdélyi volnék, malomkő van, nyakamban úszni, így tanultam, s világtengerem vérem átráng, vélet tett tutaj Magyarország. Óvlak hát, kicsin Magyarország. Tavaszi szél vizet áraszt, minden madártársat választ, minden madártársat választ. Hát én immár kit válasszak, szívet szívér kinek adjak, szívet szívér kinek adjak. Addig éli lány világát, míg szél fújja pántlikáját, míg szél fújja pántlikáját. A pántlika könnyű gúnya, mert azt a szél könnyen fújja, mert azt a szél könnyen fújja. De a fátyol nehéz ruha, mert azt a búnyom dogálja, mert azt a búnyom dogálja. Ja Istenem, de víg voltam, míg az anyám lánya voltam, míg az anyám lánya voltam. De mióta nem az vagyok, a búnak is helyet adok, a búnak is helyet adok. Búcsúj, rózsám, mert én sírok, tőled búcsúzni akarok, tőled búcsúzni akarok. Búcsúzásid rövid legyen, búzs szívemben kárt ne tegyen, búzs szívemben kárt ne tegyen. Kibért! Kibért község, de szép helyen van, mert a templom a közepében van. Rászállott egy búzsgerince, ne sírj,
Hogy hívják a szülőföldemet? Tesek fel magamnak egy kérdést. A folyó, amely a házak mögött kanyarok, vagy egy bokor, göndör, vörös rózsa. Az az őszi nyírfa ott, vagy a tavaszi cseppek? Vagy talán szivárványcsi? Vagy egy fagyos téli nap? Minden, ami köze volt a gyerekkora óta, csekéség lesz az egész. Anya édes gondoskodása nélkül és barátok nélkül nekem nem minden. Ezt hívják szülőföldnek, hogy mindig egymás mellett legyél. Mindenki, akit támogatja, mosolyog, kinek szüksége van rám. Mit csináltál az este? Tuncut volt, tolvar volt, még a mája sem igaz. Gyere ide, gyere ide, hadd üljek a zöldbe, úgy sem ülök sokáig, csak 12 óráig. Gyere ide, gyere ide, hadd üljek a zöldbe, úgy sem ülök sokáig, csak 12 óráig. Hadd lenne, kicsike, mit csináltál az este? Tuncut volt, tolvar vagy, még a májad sem igaz. Gyere ide, gyere ide, hadd üljek a zöldbe, úgy sem ülök sokáig, csak 12 óráig. Gyere ide, gyere ide, hadd üljek a zöldbe, úgy sem ülök sokáig, csak 12 óráig. Hadd lette, így sütte, mit csináltál az este? Buncut vagy, tolvar vagy, emlékezünk dr. Lukácsi Józsefre. Nekünk, kibédieknek Lukácsi Józsi, aki mindig nagy örömmel jött haza Kibédre, hisz édesanyja kibédi születésű volt, és mindig erősen ragaszkodta a kibédi gyökereikhez, a kibédi rokonokhoz, barátokhoz. Kedves, odaadó, önfeláldozó ember volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy feleségét támogatva kiköltözött Székesfehérvárra családjával, de időt és fáradtságot nem ismerve, évente többször is hazalátogatott szülőföldjére, szülővárosába és Kibédre is. Tamás János szavaival élve, minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyan cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik, sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után.
Ilyen volt Lukács Józsi bácsi. Legnemesebb öröme az önzetlen adakozás, a bátorítás, a támogató kézfogás volt. Szívén viselte a kibédi fiatalok kulturális és nemzeti fejlődését, hitbeli gyarapodását. Sosem jött üres kézzel haza. Mindig hozott értékes könyveket, olvasmányokat, médiaanyagokat az iskolánk gyermekeinek, egyházunknak, ezzel is gazdagítva és segítve nemzeti kincseink és a magyar kultúránk megismerését. Örök értékű ajándékok ezek. Segített a Kibédi Péterfi Egyesület megalakulásában, aminek állandó hasznát veszük. Támogatásokat tudunk fogadni más anyaországi testvértelepülésektől is. Kezdeményezése azóta is gyümölcsöző. Hálásak vagyunk a Jóistenért Józsi bácsinek. A Jóistenért Józsi bácsiért. A mindig derűs arcáért, a kedves szavaiért, humoráért, amivel igyekezett nekünk is mosolyt csalni az arcunkra. Mindenkihez személyesen odaköszönt, és volt egy jó szava. 10 évvel ezelőtt, 2013 nyarán a saját költségén táboroztatott 29 gyermeket és 3 pedagógust Kibédről, ugyanitt Velencén, ahova idén is meghívtak bennünket. Hálásak vagyunk neki ezekért, a 10 éves gyümölcsöző kapcsolatokért. Pótolhatatlan, példaértékű ember volt. Hiszünk a viszontlátás reményében, és igyekszünk mi is a ránk mért feladatokat hasonlóképpen elvégezni, ahogyan ő is tette. Vas Albert Elvész a Nyom című könyvében megfogalmazott gondolataival zárnám. Minden embernek kell legyen egy feladata az életben, kötelességen belül vagy azon felül is talán, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, amelyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, amely Istentől való. Nos, a továbbiakban Bakony István József Attila Díjas irodalomtörténész jegyzetét hallgathatják meg az Agyfozatkozás című kötet kapcsán, majd Barát Eszter, a fehérvári versenep egykori kiválósága, Kányádi Sándor, a kortárs magyar líra, Nagy Galambfalma szülöttének egy örökbecsű versét mondja, nekünk a Nyergestető hangzik fel. Majd a blokk végén ismét Cserta Gábort és csapatát hallhatják, végül pedig Péntek Imre József Attila díjas költő gondolatsora következik Lukács József munkásságáról. Tisztelt emlékező közösség! Ez a kötet az agyfolyatkozás 7 évvel ezelőtt jelent meg, és akkor vetettem papírra a következő gondolataimat. Dr. Lukács József fogorvos, Erdélyből származó és Székesfehérváron élő írástudó, közéleti ember, a Vörösmarty Társaság alelnöke, publicisztikát, esszét és tanulmányt író alkotó. Talán ennyi is elég ahhoz, hogy megértsük Agyfolyatkozás című kötetének kiadását. Benne sok-sok rövid eredelmű írással, melyek mindegyike a szerző karakterisztikus szellemi arcélét mutatja föl. Az ajánló személyek is igazolják, hogy Lukácsi évtizedek óta meghatározó személyisége szűkebb hazánk közéletének és művelődésének, hiszen Cserpalkovics András, Földi Zoltán, Hagymási András és Bobori Zoltán szövegei ezt tanúsítják. Van itt baráti szó is bőven, jelezin az ember közelséget. A kötet 2 fő részből áll, az első eredelmileg nagyobb fejezetben találjuk a publicisztikákat, a másodikban pedig az eszéket és tanulmányokat. Abban közös minden részlet, hogy kirajzolódik segítségükkel egy, a véleményét soha nem elhallgató, természetesen vitákat is ingerlő, írástudó és felelős értelmiségi portréja. A címadó írás és más művek is egyben kifejezik, hogy a Lukácsi féle közügyekben érdekelt ember nem mentes a csalódásoktól, helyenként a kiábrándultságtól sem. És az ok nem más, mint az úgynevezett rendszerváltás torzója, az a tény, hogy oly sok álom maradt megvalósulatlan. Mindezt a legpontosabban így fejezi ki, idézem. 25 év után a társadalom legnagyobb része a rendszerváltás vesztesének érzi magát joggal. Az emberek elfáradtak, hitetlenné és reményt vesztetté váltak, lelkileg kiüresedtek. Amilyen ritkán vagyunk szemtanúi a napfogyatkozásnak, olyan gyakran mondhatni naponta tapasztaljuk az agyfogyatkozást. Idézet vége.
Eléggé lehangoló gondolat, ám sajnos nagyon is reális, és azért csatázik minden erejével a szerző azokkal, akik szerinte mindenek okozói. Nem titok, hogy ellenfelei közé sorolhatjuk azokat, akik manapság liberálisnak vallják magukat. Velük harcol leginkább Lukácsi, de rögtön megjegyezhetjük, hogy teljesen idegen tőle mindenfajta kirekesztés, méltatlan címkézés. Elismeri a másik oldal értékeit is, és ez legfőképpen akkor lesz világos, amikor művész és esztétikai tárgyú megjegyzéseire bukkanunk, s ha úgy adódik, az övét is őszinte szóval bírálja. A fentiekből számomra az következik, hogy a lehangoló hétköznapjainkban felerősödik az az igény, hogy a kiutat elsősorban a széles értelembe vett kultúrában kell keresnünk. Ezt szolgálják-e kötet írásai is? Közülük a tanulmányok és az esszék a maradandóbbak, az újságcikkek egyrészt jobban kötődnek a pillanathoz, ám kétségtelenül fontos adalékok a korszak megértéséhez. Déri Tibor hajdani művei, a napok hordalékai is eszünkbe juthatnak éppen. És bővelkedik a kötet olyan megemlékezésekben, amelyekben a hajdani erdélyi mesterektől és példát adó kiválóságról szólnak. Ugyanis Lukács József nem felejti el, honnan jött, és ebből táplálkozik a jelenben is. Így persze azt is tudja, hogy hová tart. Miközben kirajzolódik előttünk egy olyan ember arcképe, akinek fontosak a magyarság sorskérdései, a keresztény gyökerű morál összetevői, jeles írásokat találunk az irodalom és képzőművészet kérdéskörében is. Itt jegyzem meg, hogy Lukács József a fehérvári irodalmi estek és kiállítások állandó vendége és részvevője. Maga is gyakran szerepel ilyen esteken és nyit meg kiállításokat. Ezzel a kapcsolatos írásai persze túlmutatnak a pillanaton. Elemző igénnyel szól a népírók hajdani meghatározó személyiségéről, Szabó Zoltánról épp úgy, mint például a Ferenczi Károlyról, a nagybányai festőkről, vagy éppen a korondi Pál Lajos fecskefarkú művészetéről. Erénye a könyvnek, hogy a küllemet tervező Revák István pasztelrajzai mellett a méltatott kiválóságok képe is láthatók színesben. Ezekben az írásokban érzékelhető leginkább szerzőnk nyitottsága, ami abban nyilvánul meg, hogy a különböző felfogású alkotókban is folyton a Németh Lászlói értelemben vett minőséget keresi és mutatja föl. Mai világunkban ez különösen fontos jelzés, hiszen a megosztottság, az egymásnak feszülő indulat nem szül jó vért. Ahogy Földi Zoltán is látja, soha el nem szúnyadó álhatatossággal lobban föl benne mindenkor az igazmondás lángja. Idézet vége. S ha már Németh Lászlót idéztem, engedtessék meg valamit megjegyeznem. Nem ritka, hogy az igazi orvos a lelket gyógyító közé soroltatik. S ha még író is az illető, akkor bizony egy irgalomféle regény is kikerült szellemi műhelyéből. S ha Lukács József nem is regényt adott közre, azt azért láthatjuk, hogy írásai mindenképpen a szellemi gyógyulást szolgálják. Akkor is, ha fájó gondolatokat fogalmaz meg, akkor is, ha nem tetszett mindenkinek, amiről szól. Abban biztosak lehetünk, hogy jó szándékát el nem vitathatjuk. Köszönöm szépen. Kányádi Sándor, nyergestető. Csíkországban, hol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüsthangú rigók énekelnek a nagy fákon, s hol a fenyő is olyan mélyen kapaszkodik a vén földbe, kitépni vihar sem tudja másképpen, csak ketté törve. Van ott a sok nagy hegy között egy szelíden, szépen hajló. Mint egy nyereg, kit viselne mesebeli óriás ló. Úgy is hívják, nyergestető. Egyik kengyelvas a kászon, a másik meg az innenső, itt csillogna csíkkozmáson. Nem csak szép, de híres hely is. Fönn, a tetőn, a nyeregben, ott zöldelnek a fenyőfák egész csíkban a legszebben. Ott eresztik legmélyebbre gyökerüket a vén törzsek, nem mozdulnak a viharban. Inkább szállik ketté törnek. Évszázados az az erdő. Áll azóta rendületlen. Szabadságharcosok vére lüktet len a gyökerekben, mert temető az az erdő, és kopjafa minden szálfa. Itt esett el Gál Sándornak 100-nál is több katonája. Véres harc volt.
A patak is vértől áradt azon reggel. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek. Alig voltak a 200-an. Álltak, mint a fenyők a harc rettentő vadviharában. Végül csellel, árulással délre körülvették őket. Meg nem adta magát Székely, mint a szálfák. Ketté törtek. Elámult az ellenség is ekkora bátorság láttán. Zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek mindegy szálig olyan bátran, mint ez a görög 300 Termopüle szorosában. Nem tud róluk a nagyvilág. Hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő, harci ének. Csak a sírjukon nőtt fenyők. Fönn a tetőn a nyerekben. S azért zöldel az az erdő egész Csíkban a legszebben. Arany János, Juliska sírkőjére és sejtelem. Midőn a roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt, s megnézve bátran a halált, hittel reménnyel gazdagon indult nem földi utakon. Egy volt közös szent vigaszunk, a lélekén találkozunk. Volt anyagon diadalmas lelked megállt, s megnézve bátran a halál, hittel reménnyel gazdagon indult nem földi utakon. Egy volt közös szent vigaszunk, a lélekért találkozunk. Egy volt közös szent vigaszunk, a lélekért találkozunk. Életem 66. évében köt engemet a jóisten kévébe, betakarít régi rakott csűrébe, vett helyettem más gabonát cserébe. Tisztelt megjelentek!
Most csak eddig elhangzottak alapján, és azt mondhatom, hogy Lukács József egy rendkívül gazdag személyiség volt, aminek különböző aspektusait az előbb elhangzottakból is láthattuk, vagy hallhattuk. Úgyhogy én választanom kellett sejtvén ezt az egészet. Én azt a címet adtam az írásomnak, Tisztelt a közírónak. Székesfehérvár szellemi élete dinamikusan változik. Nemzedékek vágyják egymást, de a kivándorlók és a betelepülők is hozzájárulnak a változásokhoz. A betelepülés a leszakított nemzetrészekről soha nem szűnt meg. Hol erősebb, hol gyengébb része volt a hazai lakosság alakulásának. A rendszerváltás óta ez a jelenség természetessé vált, és mi szeretettel és megértéssel fogadtuk a hazatelepülőket. Jó magam is sok ilyet ismertem, mint ahogy itt az itt ülők is, és különösen Erdély volt a nagy kibocsátó, ami nekünk egy kicsit fájt, sajnáltuk, de tudomásul vettük ezt a nemzetiségi kivándorlást. Nos, Lukács József is így került hozzánk. Talán orvosi szakmája és feleségé megkönnyítette a befogadást, de egy csomó dologról nem tudtunk, amit csak később derült ki, legalábbis nekem. Egy idő után, 2000 közepén feltűnt a Vörösmarty Társaságban a zömök, szimpatikus, előadásokat tartó intelligens férfi, akinek olvasottsága, tájékozottsága bizony meglepett, és 2017-ben kiadott könyvében, amelyet a Vörösmarty Társaság gondozott, magáról azt írta, közíró. Bár szóban használtuk ezt a kifejezést, de így leírva talán szokatlannak tűnt, és a változatos tematikájú előadások, szereplések röpítették a társaság alelnöki székébe, és a közíró megjelent írásaival is bizonyította, nem akármilyen írástudóké csöppent városunk közösségébe. Szellemi igényessége, tájékozottsága kötetéből is kitűnik, amely Milyen Európát akarunk címmel jelent meg. Nos, a fogorvos írásról valósággal brillírozott. Tematikában, aktualitásban, helyi vonatkozásban, de visszatekintett a múltba is. Aki akarta, megismerhette az előzményeket. A búcsú az egyetemi évektől és a Véndiák találkozó Szatmár Németiben jelezte, milyen az a közeg, ahonnan Lukácsék közénk érkezett. Ezekből az írásokból kiderült, kiválóan ismeri Erdély irodalmát, irodalmi múltját, és kivételes érzéke van a politikumhoz. A politikai talentum bizony egy kicsi elkallódott, de kárpótol bennünket a közíró gazdag horizontja, amit írásaiban kimondott. Granasztói György épp úgy nem kerülhette a figyelmét, ahogy megemlékezett méltóan Csóri Sándor tevékenységéről, múlhatatlan érdemeiről, amit csak jelzésszerűen tudott érzékeltetni ebben a kötetben. De igazi meglepetés azokkal a műelemzésekkel keltett, amelyet a helyi irodalmákról írt. Kritikusi adottságai, felkészültsége, metsző éleslátása egyaránt remekül működött, amikor a helyi poéták műveit kellett megítélnie. És bár nem volt hivatásos kritikus közíró, nyugodtan mondhatjuk, megtette magáit. Felfigyelt Heiter Tamás érzékenységére, a nagy szocialista utópia kidurralására, a baljósi jóslatok beteljesülésére. Felfigyelt Heiter Gulliver analógiára is, a törpelét problémáira. Hasonló elemzés végzett az, akiknek még ma is van emberi arcuk, és a Költészet vagy Genderarcú Társadalom című tanulmányában. Heiter Tamásról még azt is leírja, a költő verse
tematikájában találkozott Thomas Tranströmmel, svéd költeményével. amit a tanulmányíró isteni csodás jelenségnek vél. Végül a summázat mindennél többet mond, amit ő írt. Kizárólag tartalmi vonatkozásban néhány esetben kritikai megállapításokat is tettem, mivel társadalmunk megosztott, történelem szemléletét tekintve, és itt talán a szerzővel együtt hozzájárulhatunk a közeledés, az elfogadás és az együtt gondolkodás kialakulásához. Én nagyra értékelem Lukácsi ezen elmefuttatását. Azt gondolom, sokunkban megvan ez az igény, de ritkán szól meg, ritkán kap meg nyilatkozási lehetőséget, és a kötet változatos tartalma valóságban elkápráztat. Az orvos közíró Németh Lászlóra emlékeztet, aki maga is orvos volt. Sajnos a munka, az egzisztenciális elkötelezettség az orvosi hivatás lekötötte. Sokszor éreztem, a kifejtés még minden, mennyi mindent adhatott volna a tollára, de erre már nem maradt idő, sem energia. De még ebben a formában is képes volt arra, amit én értékközvetítésnek neveznék. Közíró és értékközvetítő, aki egy-két gyorsolással képes volt felrajzolni a maga látomását a problémáról, és az olvasónak már készen adni át. Fehérvár szellemi potenciáján nagy gyarapodott előadásaival, írói tevékenységével. Örökséget is összefoglalta a néhány bal-jobb gondolat egy szabadelvű konzervatív polgári című elmékedésében, idézett tőle. Felnézek egyik könyves polcomra, ahol egymás mellett sorakoznak Spiró és Páskándi, Csóri és Vasisvár és a más hasonló szerzőpáros kötetei. De nem ez a baj, hanem az, hogy 8 éve az Európai Könyvfesztiválok polcairól hiányoznak az úgynevezett nemzeti konzervatív táborba tartozó írók művei. Nem hozzáférhetőek a magyar irodalom konzervatív oldalának reprezentásai. De ami lényeges, ez szintén tőle idézett, nagyobb baj, hogy van, akinek bármit szabad, és van olyan, akinek semmi sem. Ezért lenne szükség a valamikor oly sokat emlegetett nemzeti minimumra. Olyan megállapodásra, aki különböző véleménnyel vannak ugyan a közéleti eseményekről, de azonosan gondolkoznak magyarságukról. Azonos módon, mert magyarok vagyunk. Ez az idézett tőle. Ha tudnék üzenni oda, ahol most ő van, elmondanám, sok-sok új kezdeményezés indult, ami a hiányok pótlására született, és ebben talán az ő békítő, értékközvetítő munkálkodása is nagy szerepet játszott. Köszönöm. Kedves barátaim, bizonyára tudják, hogy Lukács József számára a határon túli irodalom napjai, illetve a fehérvári versünnep is rendkívül fontos volt. Éppen ezért nagy öröm számunkra, hogy az idei esztendőtől a Hagymási András javaslatára, illetve megvalósításában most már Lukács József díjjal köszönhetünk egy versmondót. Nos, hát ebben a blogban ennek tükrében Varga Eszter Juhász Gyula Testamentum című versét tolmácsolja nekünk az élet és a költészet összefonódásáról. Majd ismét Cserta Gáborék következnek a nemrégiben elhunyt Sajtos Lajos Por Isten szemében című megzenésített költeményével. Ezt követően Szegedi Kovács György barátunk, a Vörösmarty Társaság kiváló költőjének versét hallgathatjuk meg. Végül egy Reményik Sándor vers következik, az Ahogy lehet, Strasser Doma előadásában, amely fogcsikorgató türelemmel, összeszorított szájjal, Krisztust követő próbálkozással született a II. Világháború után hosszú ideig számozott költő tollából. Thank you.
Juhász Gyula. Testamentum. Szeretnék néha visszajönni, még ha innen majd a föld alá megyek. Feledni nem könnyű a föld ízét, a csillagot fönn és a felleget. Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk, könnyek vizét és a Tisza vizét, költők dalát és esték bánatát. Szeretnék néha visszajönni még. Ó, én senkit se háborítanék. Szelíd kísértet volnék én nagyon. Csak megnézném, hogy kék-e még az ég, és van-e még magyar dal Váradon. Csak meghallgatnám, sír-e a szegény. Világárváját sorsa veri még. Van-e még könnye, ne felejts szemén. Szeretnék újra visszajönni még. És nézni fájón Léván, Szigeten, Szakolcán és Makóna föld, a hold alatt. Vén hárs alatt az ifjú szerelem még mindig boldog-e és balgatag. És nézni édesanyja alszik-e, és álmában megcsókolni a szemét. És érezni, még most is rám gondol a szíve. Szeretnék újra visszajönni még. Ó, időmben, ásványkoromban, hol összeért földdel az ég, hol tanyag voltam Isten szemében, kiértem, könnyet ejtett éppen. Így áradt a sós tenger vízszéllyel, s Fölipém algák garmadája a napében. Lőn az egy sejtűnek egy szuszra mája, s gyémántolt minden csigolyája. Hegyekké kellett lennem, milliárd csillagból kifehérednem, s mielőtt megszült volna az anyám, előre számba vette minden porcikám. Ki testével vét, lélekben vétkezik, terheként hordja ki az emberi kint, s midőn ásvány leszek, újra szállok, szállok teremtőmhöz a szemébe vissza, s a porszemet az isteni könyv fölissza, s a porszemet az isteni könyv fölissza. A mottót
Pál apostol korintusbeliekhez írott levele 15. rész 19-20. verséből olvasom. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Krisztus feltámadt, és azok, akik elaludtak, lett első zsengéjük. A CET gyomrából. A megyben biztosan nem unatkozunk majd. Kezdetnek mindjárt videózunk. Megnézzük egymás történetét, először a Krisztusét, azután a megszámlálhatatlan sok szabadítást, gyógyulást, mi rajtunk esett. Majd azt a temérdek tragédiát, amit az ész föl sem foghat, megérteni, elfogadni sem tud, mert hogyan is csillapíthatnánk az akaratunkkal azt, ami ösztönös. Szenvedés kiméltó rád, zúgja a dal. Micsoda badarság az ember elméjében idegen test. A magasságos hogyan látott minket? Úgy, mint az a fotóművész, aki csak a megnyomorodott koldus gyerekeket fotózta. Bizony a CET gyomrából másképp fest minden. Ezek lesznek a legszebb történetek, amik akkorra már átértékelődnek, kisimulnak a véres századok gyűrött takaróin, majd lehámozzák a nyomorúság romlott banánhéját, és a lelkek felragyognak, akár a pillangók. Reményik Sándor, ahogy lehet. Fogcsikorgató türelemmel, összeszorított szájjal, Krisztus követő bús próbálkozással, majd daccal, lobbanóval, folytott igével és visszanyelt szóval, tenyérrel, mely sima örökké csak a zsebben szorul ököllé. Keserű, tehetetlen nevetéssel békülve meg akármi rendeléssel. Nem csodálkozva már, és csodálkozva mégis, hogy rajtunk ez is, az is megesett, hordozzuk testvéreim ezt a hordhatatlan kínszenvedést virágzó életet, ahogy lehet. Megalkuvás Zsoltárát énekelve végtelen rabmenetben csak megyünk, nincs semmi fegyverünk, fegyvertelen a lelkünk lázadása, pedig a vérünk minden csöpje vágyik, vágyik a Péter vad mozdulatára, amikor Istenének védelmében a málkus fülét hirtelen levágta. Kik vagyunk mi? Ó, nem az alázat, csak a megalázottság fiai, nemzedékek büszke hídfői közt görbülő ív, görnyedő átmenet. Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, nem apáinknak tetsző életet. De aki másképp tehetne helyünkben, az vesse ránk az első követ. Minden percünk kínzó kiegyezés, ahogy lehet. Testvérem, korcs hős, alkuvások hőse, félben maradt, megmásult mondatod? Egy szikra talán mégis zengve pattan lángörvényből, mely benned kavarog. Dagadnak benned árvizes erők, zúdulna niagarás zuhatag, elégedj meg, ha megtöltesz belőle kristálytiszta vízzel egy poharat. Visszaszorítanak, hátrább, egyre hátrább, és amit hagynak, egyre kevesebb, hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, s azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet, szikrát a tűzből, melyet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból, minden megmaradt árva keveset, ahogy lehet. Láttad a karsztok szírt sivatagában a liliputi termőföldeket? Pár négyzetméter, amit a lavina, a kőgörgeteg könnyen eltemet. S a karsztok boldogtalan magvetője, a földmivelés madár ijesztője ezt a kis humuszt mégis szereti, kicsi kőkerítéssel keríti. Pedig szinte sírjának is kevés, ó karszti sors,
ó karszti teremtés. Te is, testvérem, karszti sorsodat fogad el, s védd meg karszti földedet, azt a sírodnak is kevés humuszt, azt a pár négyzetméternyi helyet, s azt a fölséges Isten lábnyomot, mit a lavina minden rohama eltörölni még sohasem tudott. Védd ezt a talp alatnyi telkedet, cserépkancsódat és tűzhelyedet, utolsó darab száraz kenyered. De azt aztán foggal, tíz körömmel, démoni düvel és őrült örömmel, ahogy lehet, ahogy lehet. Kedves barátaim, a találkozó búcsú negyedében először Gál Csaba személyes emlékeivel ismerkedhetünk meg, majd következik Csengei Márton, akitől Transzilvánia apostola Áprili Lajos a Tetőn című versét hallhatjuk, majd Ferenci Nagyboglárka előadásában Dzsida Jenő Kerülöm a nevedet című versével köszönünk el, annak tudatában, hogy Lukács József ma is velünk van. Tisztelt megjelentek! Néhány személyes emléket szeretnék megosztani önökkel dr. Lukácsi Józsefről. Dr. Lukácsi Józsefről, vagy ahogy a baráti kapcsolatukban hívtuk őt, Jóskáról, néhány olyan személyes emléket szeretnék megosztani, amelyek szerintem könnyen érthetővé teszik azt, hogy hiánya miért fájdalmas ma is. A Vörösmarty Társaságban ismertem meg őt, amelynek alelnöke volt. Szívvel, lélekkel vett részt a társaság kulturális, irodalmi életében. Őszinte és személyes érdeklődéssel fordult az emberek felé, így felém is. Széleskörű műveltsége, irodalmi, művészeti tájékozottsága már az első beszélgetéseink során nyilvánvalóvá vált előttem. Tudása tiszteletteljes közvetlenséggel párosult. Soha nem mulasztotta el, akárhányszor találkoztunk különféle rendezvényeken, és ez gyakran megtörtént, hiszen aktív résztvevője volt városunk kulturális életének, hogy korábbi beszélgetéseink fonalát felvéve érdeklődjön a velem, családommal történtek iránt. Feleségemet és általában a hölgyeket kézcsókkal köszöntötte. Ez a mára szinte teljesen eltűnt társadalmi szokás, mint úriemberi gesztus, tőle teljesen természetes volt, belülről fakadó. Rejtély, hogy fogorvosi hivatása közéleti teendői mellett hogyan és mikor tudott időt szakítani az olvasásra, az alkotó tevékenységre, hiszen ne feledjük el, hogy halálakor két megjelent és egy előkészítés alatt álló kötet szerzője volt. Személyes kapcsolatunk akkor mélyült el, amikor a feleségem által illusztrált verses kötetem bemutató estjét ő szorgalmazta, amelynek elvállalta a moderátori szerepét is, és volt szerencsénk otthonunkban is vendégül látni őt. Jegyzett füzettel érkezett hozzánk, alaposan kikérdezett bennünket, szó szerint felkészült belőlünk. Lelkiismeretességére jellemző, hogy kérdései feltevésében is alapos tárgyi tudást tükröződött. Kötetlen beszélgetéseink során később volt szerencsém mind jobban megismerni őt, életének egyes mozzanatait, osztozni édesanyja halála miatti fájdalmában. Előfordult, hogy közlésre még nem szánt írást küldtem neki, tudva, hogy külön kérés nélkül is bizalmasan fogja azt kezelni. Mondanom sem kell, hogy így tett. Nem mulasztotta el, hogy azonos lapszámokban megjelenő publikációink kapcsán kifejezze értő elismerését. Ennek az odafigyelő, helyi alkotói tevékenységet bátorító attitűdnek a megmutatkozása volt az is, hogy a 2018-ban megjelent Milyen Európát akarunk című könyvében külön fejezetet szentelt helyi alkotók és alkotásaik bemutatásának színvonalas művészeti esszé keretében. Aztán elkezdett hiányozni a megszokott rendezvényekről, baráti összejövetelekről. Legközelebb már a kórházban találkoztam vele,
ahol többször jártam nála. Szeméből látszott, hogy megismert, kezét nyújtotta. Próbált szavakat formálni, de a betegség, a fájdalom miatt ez már nem sikerült neki. Biztos voltam viszont abban, hogy érti, amit mondok. Ezért beszéltem hozzá aktuális hírekről, felelevenítettem közös emlékeket, elmondtam neki, hogy sokszor és szeretettel gondolunk rá feleségemmel együtt. Időnként könyvbelábadt szemmel hallgatott. Ismerve keresztény meggyőződését, próbáltam őt ennek alapján vigasztalni, bátorítani, és ezért többek között azt mondtam neki, hogy ne féljen. Ekkor rám nézett, és teljesen érthetően ennyit mondott: nem félek. Ekkor találkoztam vele utoljára, ezek voltak az utolsó szavak, amelyeket hallottam tőle. Néhány nap múlva hunyt el. Isten nyugosztalja. Áprili Lajos. Tetőn. Kós Károlynak. Ősz nem sodort még annyi árvalombot, annyi riadt szót. Minden összeomlott. Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem. Vasárnap reggel a hegyekre mentem. Ott lent sötét lombot sodort a katlan. Itt fenn a vénhegy állott, mozdulatlan. Időkbe látó meztelen tetején tisztást vetett a bujdosó verőfény. Ott lent zsibongott még a völgy a láztól. Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor, és békességes szót ejtett a szája, és békességgel várt az esztenája. Távol, hol már a hó királya hódít, az ég lengette örök lobogóit. Tekintetem szárnyat repesve bontott, átöleltem a hullámhorizontot, s tetőit többet száznál és ezernél. Titokzatos szót mondtam akkor. Erdély. Dzsida Jenő, kerülöm a nevedet. Azt mondják, kerülöm a nevedet. Nem beszélek rólad, nem dicsérlek. Mert a gonosz csókolta meg a számat. Pedig a gyantaszagú fenyvesekben mindig levett kalappal járok. Sebes mély vizeit bennem zúgnak. Ma órákon át gyermekes örömmel néztem, hogyan halásznak a vénparasztok a zajló maroson. És mikor a szabályos, négyszögű légből halat rántott ki valamelyik, ugye, hogy neked köszöntem meg? És mégis kerülöm a nevedet. Amit káromkodó kocsisok és esküdöző kalmárok szájából hallok, melyben önhit szónokok dagasztják naggyá magukat, és pletyka szájú vénasszonyok lubickolnak bóbiskolva, mely úgy elkopott érc nyelvünkön és szánkon, mint egy ócska köszörükő. És már-már semmit sem jelent. Inkább megkerüllek valahogy. Azt mondom, hogy valaki vagy. Magok csiráztatója. Emberek álma. Kicsi őzikék együgyűsége.
szál erdők erős magasba húzója. Apró madarak énekeltetője. Vagy csak gondolok rád, és elhatározom. Ma minden mosolyom téged jelent. Vagy csak kívánlak, és elhatározom, ma minden kézfogásban a te kezedre ismerek. Vagy csak érezlek, behunyt szemmel. Át lehelni a lelkemen, mint a legtitkosabb, legédesebb hangulatot, mely egyedül köt a földhöz, drága nyomorúságaimhoz. Mint a napot, mely bőrömre süt, s melyet némasággal siratok meg, mikor lehull a hegyek mögé. Nos, kedves barátaink, ez volt a vége. Ez az est az értékmentés, a teremtés, a megőrzés és a közvetítés jegyében született, így köszönöm kedves minnyájuknak, fellépőknek is, és akik végigkísérték ez az estét, hogy megtiszteltek bennünket. Viszontlátásra, minden jót minnyájuknak.